Megnyitott a kapuit a Szent Bernát idősek otthona a látogatók előtt, ennek kapcsán beszélgetünk. Köszöntöm a műsorban Nagy Viktort, köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Nagyon köszönöm a meghívást. Hosszú idő telt el azóta, hogy bevezették ugye a látogatási tilalmat az intézményekbe, ugye többek között a Szent Bernát idősek otthonában is. Most ugye egy pár hete megváltoztak ezek a szabályok, de pontosan melyek ezek? Nagy az örömöm, hogy végre a televízió nézői számára is jó hírekkel érkezhettem ide a stúdióban, ugyanis április 29-ével az országos tiszti főorvos feloldotta az egyébként országos szinten elrendelt látogatási, illetve intézményelhagyási tilalmat. Ez ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy immáron az ellátottaink is fogadhatnak látogatókat, illetve haza is térhetnek, vagy pedig elhagyhatják az intézményt ilyen olyan céllal. Azonban ez a két tilalom feloldása nem korlát nélküli, ugyanis az ellátottak csak és kizárólag olyan hozzátartozókat vagy egyéb látogatókat fogadhatnak, akik rendelkeznek védettségigazolvánnyal. Ez alapkritérium, nyilvánvalóan ezt nem is tudjuk és hangsúlyozottan nem is akarjuk feloldani, illetve az intézmény elhagyási tilalom is korlátok közé szorul. Ez azt jelenti, hogy védettségigazolvánnyal rendelkező ellátott elhagyhatja az intézményt. Egyetlen egy kritérium van az ő esetükben is, ugyanis hogyha 72 óránál tovább maradnak távol az intézményből, akkor a visszavételkor egy antigén alapú gyors teszt elvégzése mindenképpen kötelező. Azt hála a jó Istennek házon belül tudjuk biztosítani, a készleteink ebből a szempontból is elegendőnek bizonyulnak, de ettől eltekintve viszonylagosan szabadabb, illetve most már a koronavírus járványt követően egy szabad légkör uralkodik az intézményben. Milyenek voltak az első találkozások az intézményben? Milyen visszajelzések érkeztek? Mennyire örültek a családok? Gondolom azért kifejezhetetlen volt itt az öröm. Nagyon megható volt látni azokat a 8 hónap után vagy egy év után való találkozásokat, ami ilyenkor hozzátartozók között lezajlott. Ténylegesen ugye elmondtam a legutolsó interjú alkalmával, hogy azért az átlag életkor az intézményünkben 85-90 év körül mozog, úgyhogy a nálunk nyugalomra talált ellátottak anyák, nagymamák, dédanyák egy szemében. Úgyhogy a hozzátartozói minőségnek megfelelően fiúk, unokák, dédunokák könnyezve ölelhették át ismételten hozzátartozóikat. Ténylegesen jó volt látni a szeretetnek ezt a megnyilvánulását, nagyon örömteli volt. Aki betér ugye védettségigazolvány birtokában az intézményben, ő neki maszkot kell leviselni, távolságot hogyan kell tartani, hol találkozhatnak a családok, megvan-e erre protokoll, hogy esetleg csak a szabad levegőn, vagy fölmehetnek a szobába? Köszönöm ezt a kérdést, mert a dolgozók számára is épp hangsúlyoztam nem olyan rég, hogy annak ellenére, hogy ez az országos tilalom feloldásra került, a saját dezinfekciós protokollunkon nem nagyon kívánok még változtatni. Ugye óvatosan haladjunk előre, ez egy nemes régi mondás. A maszkviselésnek a kötelezettsége a gondozási térben az a munkavállalók számára még mindig előírás. Fokozott hangsúlyt fektetünk a kézfertőtlenítése, illetve minden egyéb olyan védőeszköz alkalmazására, ami az esetleges fertőzést megakadályozza. Illetve elvégeztünk egy antitest alapú szűrést is az intézményben. Ez a szűrés ugye azt volt hivatott mutatni, hogy az oltásokat követően az ellátottaknál beindult az aktuális immunválasz, ami egyébként be kell, hogy induljon. Örömteli volt látni, hogy az ellátottak nagy részénél ez a tényleges immunválasz elindult. Nyilvánvalóan annál a pár ellátottnál, akinél ez nem történt meg, további lépéseket tervezünk, további laborvizsgálatot követően pedig az oltócsoporttól, illetve az tiszti orvosi szolgálattól várjuk a további iránymutatást. Új időseket most már fogadnak? A felvételi tilalom is feloldódott egy pár hónappal ezt megelőzően, úgyhogy új ellátottakat már fogadunk. Viszont itt is ragaszkodunk a védettségi igazolvány meglétéhez, tehát a két oltást követő protokoll szerint szeretnénk felvenni ellátottakat. Abban az esetben, hogyha olyan ellátott jelentkezik, aki pedig nem részesült az oltásban, vagy nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, ott pedig a 48 órán belüli PCR alapú, nyilvánvalóan negatív minősítésű koronatesztet kérjük bemutatni. Ugye most már több mint 4 millió ember van itthon beoltva, és a védettségigazolványnak ebben a szakaszban ugye nagy hangsúlya van, tehát nem csak az idősek otthonába, hanem számos olyan intézménybe, csak ezzel a kis plasztik kártyába léphetünk be. Hogyan fogadták esetleg a hozzátartozók ugye ezt a szabályt, amit ugye be kell tartani? Tehát
volt-e mindenkinek védettségigazolványa, egyáltalán önök hogyan próbálják felhívni házon belül az oltás fontosságára a figyelmet. Arról már beszéltünk ugye korábban, hogy nagyon sokan belettek ugye oltva az intézmény falain belül, de hogy a hozzátartozókkal mi a helyzet? Kezdetektől fogva próbáltunk egy ilyen tágabb tájékoztatási kampányt folytatni, nem csak az ellátottaink, hanem a tágabb kör, a hozzátartozók körében is. Nagyon örömteli volt olvasni, hogy ugye országos szinten akár az idősek otthonai tekintetében 80%-os az oltottsági arány, ami azért egy igen jó arányszám, különösen ennél a fokozottan veszélyeztetett rétegnél. De maguknál, a hozzátartozóknál is minden egyes alkalommal törekszünk kihangsúlyozni azt, hogy éljenek az oltás lehetőségével. Ugye most már láthatjuk azt, hogy az oltási arányszámok országos szinten is folyamatosan növekednek, illetve nagyon sok olyan dolog, nem csupán az idősek otthonának a látogatása, de számos az idézőjeles normális életünkhöz tartozó dolog előfeltétele is lesz immáron a védettségigazolvány, illetve magának az oltás tényének a valószínűsítése, ami nélkül egyébként nagyon sok dologból ki is szorulnának, de talán nem is ez a legfőbb motiváció, ami miatt az oltások felé próbálnám irányítani a figyelmet, hanem ténylegesen az a felelősség, ami mind magunkkal szembe, de ami talán még fontosabb, embertársainkkal szembe ránk ruházódik. Úgyhogy ezúton is biztatnék mindenkit, hogy éljenek az oltás lehetőségével, vegyék fel minél előbb ennek az oltásnak a lehetőségét. Házi orvosokon keresztül, különböző internetes oldalakon keresztül, az elmúlt időszakban egy nagyon jól működő elektronikus regisztrációs rendszer is meghonosodott hazánkban, úgyhogy ha ebből a szerepkörből is üzenhetek a nézőknek, akkor azt üzenném, hogy minél előbb legyenek túl rajta, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minél előbb visszanyerjük a normális életünket. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Nagyon szépen köszönöm a meghívást!